Nagy dugót nem okozott, de meglehetősen szervezett volt a Liga szakszervezetek forgalomlassító sztrájkja az országban. 40-nél több helyszínen 1300 autó, a szakszervezetek próbálgatják a hangjukat. Bátori Róbert összeállítása. Adtak egy kis előnyt az autósoknak. Az Üllő és Monor közti 4-es úton a félpályás útlezárás csak reggel 8-kor kezdődött el, mert 7-kor még nagy volt a köd, és először nem is félpályásra sikerült a demonstráció. Jó, de hát egy félpályás lezárás úgy működik, odaig, ugye, köszönöm hogy... szépen. Jó, elmegyek, köszönöm. De hát úgy működik, ugye, hogy köszönöm, itt felállok, köszönöm szépen. Érted a vonalon, és akkor megyek tovább. Hát ez a logikus dolog, nem? A rendőrök a szakszervezeteknek csak azt engedték meg, hogy az út szélére húzódjanak. A bójákat is úgy rakták ki, hogy az autósok akadálytalanul haladhattak, pedig a szervezőknek nem ez volt a céljuk. Mi úgy látjuk ebbe a jegyzőkönyvbe, ami rögzíti azt, hogy hol lehet megállni a szakszervezet által ide hívott autóknak, hogy benne van ez az anyag, most itt valószínűleg másképp értelmezik a kirendelt rendőrök. Aztán valami történt. A rendőrök átrendezték a kocsisort, és végre tényleg lezárták a Budapestről kivezető sávot a 4-esen. A forgalom így már sokkal nehezebben haladt, és az autósoknak is várniuk kellett egy kicsit. Volt olyan sofőr, aki egy órát veszített a lezárások miatt, de nem bánta. Most ez nem baleset van? Nem. Hanem ez a demonstráció? Ez az. Hát, egyet értek. Hát biztos, hogy jó, de nem nekünk. Ki menne haza, annak nem annyira jó. Éjszaka dolgozik, annak nem hiszem, hogy jó. A megmozdulások az ország 41 pontján zajlottak. Budapesten a Szentendrei úton már korán reggel komoly torlódást okozott a megmozdulás, azonban délelőtt 10 órára elmúlt a dugó. Kávé, szendvics, kóla. Piknik hangulatú volt a demonstráció az M3-ason. Itt körülbelül 40 autó zárta le a bevezető pálya felét. A forgalmat csak annyira lassították le, hogy 40-nel fél perc alatt át lehetett rajta jutni kényelmesen, de a tüntetők jól érezték magukat. Azt hiszem, hogy itt az M3-osnál fölkeltettük a figyelmet az autósoknak, hiszen itt az elég nagy akadályok keletkeztek reggel óta. Az, hogy a városban milyen dugó van, ez szerintem lényegtelen. Az a lényeg, hogy több ezer autós, több ezer munkavállaló elmondta itt a véleményét ezekről a dolgokról. Az egész országban körülbelül 1300 autó vett részt a demonstrációban. A Liga szakszervezetek elnöke szerint jól sikerült az akció, de ha nem mennek vele semmire, sztrájkolni fognak. Nem tudunk engedni ebből. Reméljük, hogy a kormányzat látja, hogy viszonylag nagy támogatottsága van a mai tiltakozó akciónknak, és elmozdul holnap az álláspontjában a megoldás felé, ha nem, akkor folytatása következik. Még egy tiltakozó akció, és ha az sem hozza meg az eredményt, akkor nagy valószínűséggel sztrájkra is elszánjuk magunkat, bár igen kockázatos sztrájkolni. 100 darab furgon, 95 fehér, 5 piros. A budai alsórakpartot trafikos furgonok szállták meg. Ők az állami dohányelosztók terve ellen tiltakoztak, ami szerintük 1200 munkahelyet fenyeget. A munkaerőpiacért felelős államtitkár nem így látta. Amit ma az utcákon látunk, az elsősorban nem szakszervezeti megmozdulás, hanem egy ipari lobby, méghozzá a dohányipari lobbinak a tevékenysége. A parlament délután megszavazta a törvényt. Bátori Róbert, Hír 24. Korkedvezményes nyugdíjért, nagyobb beleszólásért, több pénzért tüntettek a szakszervezetek meg. Ez nyilvánvaló, az imént említettem, azért is, mert mintha kezdenék megtalálni a hangjukat, és most próbálgatják. Persze kérdés, hogy meddig? A részletek Gyömöre Mátétól. A Liga szakszervezetek fő követelése a korkedvezményes nyugdíj megtartása. Ezen felül a kafetéria adó csökkentését, a munkatörvénykönyve és sztrájktörvény módosítást is el akarják érni, és nagyobb beleszólást akarnak a költségvetés alakításába. A korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége mintegy 60 ezer embernek adott. Mivel utánuk magasabb járulékot fizet a munkaadó, az eltörlésével 20 milliárd forinttól esik el a költségvetés. Korkedvezményes nyugdíjra jogosultak a bányászok, a röntgenesek, a kohászok, a közösségi és tömegközlekedés járművezetői és az atomerőműben dolgozók. Akik az egészséget jobban megterhelő munkát végeznek, azokat az állam korkedvezményes nyugdíj lehetőségével kompenzálja. A kormány nem először szigorít a korkedvezményes nyugdíjak rendszerén. 2012-ben a rendőrökön, tűzoltókon, tehát a rendvédelmi dolgozókon, valamint a katonákon volt a sor. De a polgármesterek és a képviselők sem mehetnek hamarabb nyugdíjba.
Bár a kormány a korkedvezmények rendszerének teljes beszüntetését tűzte ki célul, a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjához nem nyúlnának. Feltehetően azért nem, mert ezt éppen a Fidesz-KDNP vezette be.